Az Európai Unión kívüli életről, amikor kérdeznek, amikor erről beszélünk, akkor van még egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak az a kérdés, hogy a magyarok ki akarnak lépni az Unióból, jelenleg nem akarnak kilépni, ezért fölösleges most erről beszélgetnünk, de arról viszont kellene, hogy mi van akkor, hogyha az Európai Unió bomlik fel. Senki nem beszél ebben az országban erről. Hogyha például mondjuk a németeknek egyszer elege lesz, lehet, hogy az AfD-s barátaimnak, hogyha mondjuk ők nyerik meg a választásokat, és azt mondják, hogy elegük van abból, hogy Ukrajnát finanszírozzák, elegük van abból, hogy senki nem találta meg, nem akarta megtalálni, és nem számoltatta el azokat a gazdasági terroristákat, akik az északi áramlat vezetéket fölrobbantották, és ezzel óriási károkat okoztak a német gazdaságnak és az egész Európai Uniónak, elegük lesz abból, hogy mondjuk a görögöket is finanszírozzák, és azt mondják, hogy mondjuk ők kilépnek követve a brit példáját. Nehezen hiszem, hogy ilyen döntést hozni, hiszen rendkívüli haszonélvezői egyébként pont a perifériai államokon így realizált hasznoknak. Így van. Innen is megy oda a haszon, Magyarországról is megy oda a haszon, ez így van, de egyáltalán nem lehet kizárni.